Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Mi történik egy ébredés után? Spirituális ébredésről beszélünk, és nem biztos, hogy az ébredés itt egy helyes szó, mert hogy úgy tudjátok, korábbi tartalmakban már meséltem arról, hogy mindenki ébren van, csak hogy valami ezt eltakarja, és bizonyára az elmének a működése az, ami ezt eltakarja. Szoktam még tisztánlátásnak hívni, de szerintem a legjobb szó arra, hogy felismersz valami olyat, amiben eddig hittél, és azt gondoltad, hogy létezik, és felismered annak a nem létezését. Vagy felismered azt, hogy az nem úgy van, ahogy eddig gondoltad. Illetve ami még nagyon sokszor elhangzik, az a kérdés, hogy megmarad-e az a jó, ami most az életemben van? Illetve az a kérdés is, hogy mi van, ha kiderül rólam valami? Hát mi van akkor? Egyrészt nagyon fontos látnunk azt, hogy ki kérdezi ezt. Ez egy alap kérdés, hogy ki kérdezi ezt? Hát persze, hogy az elméből jön ez a kérdés. Persze, hogy az ego az, aki rángatozik egy picit, hogy mi fog történni? Úristen, kiderül rólam valami? Kiderül, hogy nem létezem? Kiderül, hogy nem úgy működöm, ahogy azt én láttatom? És hogy lássátok, hogy mennyire ott van ezekben a kérdésben a félelem a veszteségtől. Mennyire ragaszkodunk a jóhoz. Mennyire komoly játék az elmének az, hogy csak akkor élet az élet, hogyha jó valami, és minden, ami nem jó, az borzasztó. Attól tartani kell, attól félni kell, attól menekülni kell. Ez a ragaszkodás és az elutasítás folyamatos játéka, az elménknek folyamatos játéka. Ugye a kényelmes és a kényelmetlennek a körforgása, és abban a pillanatban, ha valami kényelmetlen, akkor próbáljuk mindig visszabillenteni a kényelmes felé. És azt gondolom, hogy ezzel nincs is probléma, hogy szeretnénk visszabillenteni. Azzal van probléma, hogy menekülünk a kényelmetlen elől. Mert hogy valójában úgy tudjuk visszabillenteni a kényelmetlent a kényelmes irányába, hogy a kényelmetlent is megtapasztaljuk. A kényelmetlennel is hajlandó vagyok szembenézni. A kényelmetlennel szemben nincs egy elutasítás. Nem akarok megszabadulni tőle. És akkor tulajdonképpen nincs is mit helyre billenteni, mert hogy minden már helyre van billenve. Egyszerűen csak engedem, hogy minden történjen, és egyfajta megfigyelőként vagyok jelen. A ragaszkodás. Meg a veszteség. Pedig a spirituális ébredés, az pont arról szól, hogy el tudok-e veszíteni valamit. Meg tudom-e engedni azt, ami volt most az életemben, hogy ne legyen. El tudom-e fogadni azt, hogy amit nagyon szeretek, az már ne legyen? El tudom-e fogadni azt, hogy érkezik valami új, hogy mindig érkezik valami új, és bármi legyen az, azzal jól vagyok? És talán ez nem olyan egyszerű, gondolom én. És hát a jó hírem az az, hogy van egyfajta komoly átalakulás egy ébredéskor. A rossz hírem pedig az, hogy igen, valamit elveszítünk. De ha a jó hírem az is, hogy igen, valamit elveszítünk. A rossz hírem az, hogy hiába szeretnénk nagyobb átalakulást, nyilván minden nem tud egyszer átalakulni. Tehát, hogy nincs jó hír vagy rossz hír, egyszerűen történik, és úgy történik, ahogy számunkra az a legjobb. De nagyon sokan kérdeztétek egyébként, hogy mi az, ami átalakul, mi az, ami érzékelésben történik-e bármi változás, és azt el tudom mondani, hogy én mit tapasztaltam. Sok emberrel beszélek, és mindenki egy picit hasonlót is gondol erről, meg hasonló tapasztalások vannak, de azt nagyon szívesen megosztom veletek, hogy én mit tapasztaltam, mi volt az a legkézzelfoghatóbb, ami ilyenkor történik.
Egyrészt valóban megtapasztalja az ember azt a fajta ürességet és egyfajta távolságot a gondolataihoz képest. Ezt nagyon nehéz szavakkal elmondani, de talán úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy ami eddig ki tudott mozdítani gondolat, triggerelt, kiborított, ideges lettem tőle, ugrottam rá adott esetben, az egyszerűen csak átmegy rajtam. Tehát, hogy nem is akarok vele foglalkozni. Nem hoz lázba, hogy most itt van ez a gondolatsor. És szinte hallom azt, hogy na csináld ezt, ezt vágj vissza, mondd meg neki, és a többi, és a többi. Tehát, hogy megvan a hajlandóság arra, hogy mozgásba hozzon, de már nem tud. Mert már nem akasztom be a kis kampóimat abba a gondolatsorba. Nekem ez volt a legnagyobb változás, hogy úgy kisimult minden. Oké, itt van ez a gondolat, megy tovább mindjárt. És jöhetett bármilyen gondolat, Isten igazából nem foglalkoztam vele. És aztán persze ez a tisztálátás egy kicsit elsorvad és zárul a függöny. Tehát amíg a függöny eleinte ennyire nyitva van, szépen azért az vissza-vissza-vissza húzódik, de marad egy kis rés, mindig marad egy kis rés. De csak egy pici-pici-pici rés marad. Mindig egyre nagyobb lesz az a pici rés, de csak egy pici rés marad. Tehát itt széthúzak, de már nem ugyanoda rakják vissza. Ami még nagyon egyértelműen megmutatkozott az én életemben, az a kapcsolataimban, a baráti kapcsolataimban, a szakmai kapcsolataimban, a párkapcsolatomban, ugye teljesen más minőségben voltam jelen. Azt tudom nektek mondani, hogy azokkal, akikkel rendezni kellett valamilyen kapcsolatot, az kis túlzással, de magától elkezdődött átrendeződni. És ez ebbe az irányba is, és abba az irányba is, értem ez alatt, hogyha valakivel volt dolgom, akkor elkezdődött magától átalakulni, és gyakorlatilag idézőjelben egymásra találtunk. Akivel viszont nem volt dolgom, az kikopott az életemből. És nagyon érdekes, hogy nyúltam emberek után, úgy, hogy tudtam, hogy nekik menni kell, de mégis a program nálam is futott még. De aztán láttam, hogy nekik menni kell. Tehát az átalakulás tulajdonképpen magától történik, tehát én nem kell, hogy irányítsam ezt. És vannak természetesen érzékelések, tapasztalások, mélyebb rétegeiben érzékelek, finomabban látok dolgokat, összefüggéseket látok talán, de ez nem erőltetetten, ez egyszer csak így beugrik az a tudás, amikor arra éppen szükséged van. Sétálok a kutyával, és egyszer csak így hopp, ott volt, oké, semmi, oké, mehetünk tovább. Nincs már ez a tudok nagyon szeretni, tudok nagyon örülni, és persze vannak helyzetekor, megengedem magamnak, hogy ugyanúgy rángasson magával a perszóna, mondjuk amikor sportolok és egy öltözői hangulat van, akkor hogyne, akkor én is hozom a perszónát, és élvezem, de tudom ezt már kezelni, és látom az embereknek a vergődését. Ez még egy nagyon markáns jele az, hogy finomabb rétegeit látom egy elme működésnek, vagy az emberi elme működésének. Látom, hogyan tartják fogva az emberek magukat. Látom, hogy hogyan bántják magukat. Látom, hogy hogyan építenek saját maguk köré egyfajta korlátrendszert, és utána beleütköznek, és mérgesek, hogy beleütköznek. Saját maguknak építik föl a falakat, és utána beleütköznek a falba, és mérgesek, hogy ott vannak azok a falak. De azt te építed föl. Azt te építetted föl azt a falat. Azt te húztad föl azt a falat magadnak. A saját gondolataiddal. Abszolút nem valósak. Miért húzod föl azt a falat? Hát, mert annak úgy kell lenni. Jó, mert hát mi van akkor, hogyha ezt nem így csinálom? Ott vannak azok a falak, puf! Megfejeled őket, Isten azt mondod, hogy hát nem igaz, hogy ezek a falak itt vannak. Ez annyira egyértelmű, és van, akinek tudok segíteni, van, akinek nem tudok ezen segíteni. Azt gondolom, nem is kell mindenkinek segíteni, de hogy ez nagyon egyértelműen megmutatkozik. A szakmai életemben azt tapasztaltam meg, hogy sokkal mélyebb rétegeiben tudok
Ezt hogy mondjam? Nekem nagyon fontos a hivatásomnál az, hogy legyen egy belső motiváció. És ez a belső motiváció, ezt már nem kellett keresni, hanem ez természetesen folyamatosan jelen volt. Egyszerűen volt egy folyamatos öröm a munkámban. És nem tudom, hogy mitől, meg tudom természetesen fogalmazni, de valójában nem tudom, hogy miért van folyamatosan jelen, bármit csinálok, de ott van velem. Egyszerűen minden jó úgy, ahogy van. És akkor egy ébredésnek lehetnek adott esetben árnyoldalai, hogy nyilván, amíg távozik egy adott minta, az egy picit megdolgozhatja az embert fizikailag is, de hogy ilyenkor már van egyfajta képességed, hogy tudjad, hogy rendben lesz minden, ott tudsz maradni mozdulatlanul a háttérben, tudsz egyfajta megfigyelőjévé válni annak, ami történik, és nem kell involválódni, szépen minden megy tovább, csak maradj, tartsd meg a középpontodat, maradj ott a háttérben, és csak figyeld, hogy mi történik. Nem kell neked mindenhova oda kapni, és ezt intézzük, ezt csináljuk, nem. Szépen, nyugiba. Igen, és megnyugodtam. Egy nagyon-nagyon óriási nyugalom, óriási béke. Mert hogy lekerül az a teher a vállamról, hogy nekem kell itt mindent irányítani. Nem, ha képes vagyok bele nyugodni abba, hogy itt történnek a dolgok, és látom, hogy tényleg gondoskodik az élet rólam, akkor lehet, hogy nem kell nekem mindenhol belelógni. Talán nem kell sehol belelógni, de nyilván velem van az elmém. Tehát pontosan tudom, hogy azért vannak helyzetek, és vannak helyzetek, ahol ugyanúgy én is triggerelhető vagyok még mindig. Persze. De azért azokban a domináns mintáimban, amik engem tartottak fogva, azok nagyon szépen már csak úgy beköszönnek időnként, és már csak mosolygunk egyet egymásra, és mennek tovább, mert tudják, hogy ezzel már nem tud beborítani. És persze majd jön egy új minta, ami bepróbálkozik. Bocsánat. De hát tegyem. Mert hogy ismerem, hogy milyen a természet az elmének. Mindent meg fog próbálni. Most figyelj erre, most ezt mondom, figyelj, csak bármit csinálok, csak figyelj rám, kérlek szépen. Hagy borítsalak ki, kicsit, léci, csak egy picit hagy borítsalak ki. Mert akkor tudom, hogy élek, és vagyok, és létezem, és jaj, de jó. És van olyan ébredés, ahol egyébként szinte nem is érzékel az ember semmit, csak valahogy azt tudja, hogy most történt egyfajta tisztánlátás. De nem kell ezekhez ragaszkodni, meg nem kell ezekhez a periódusokhoz, meg ezekhez a pillanatokhoz különösebben ragaszkodni. Élvezzük ki azt a pillanatot, ezzel nincs semmi baj, hogy kiélvezzük, legyünk benne, éljük át, de aztán megyünk tovább, és tesszük a dolgunkat a mindennapokban. Ennél jobb tanácsot senkinek nem tudok adni, illetve azt, hogy ahhoz, hogy ez a, hogy mondjam, hogy ez az érzékelés, ez egyre jobban érzékenyítődjön, egyre finomabb rétegeit ismerje meg saját működésemnek, és egyre jobban le tudjak válni már azokról az elmemintákról, amik folyamatosan engem fogva tartottak, azt gondolom, az én utamat látva, hogy nekem szükség volt a csend felé fordulni napi szinten. 2x20 perc, ahogy szoktam mondani, 2x20 perc önkutatás, meditáció. Ez hozta meg nekem azt, hogy az a képességem, hogy mozdulatlan tudok maradni, és már nem fog kibillenteni, már nem akaszgatom be a kampóimat a különböző mintákba, már nem vagyok minden esetben azonnal triggerelhető, és én tudattalanul követem az elmét, bármerre rángat engem. Azt a meditáció hozta meg nekem, azt a meditáció ébresztette föl ezt a képességemet.
Úgyhogy buzdítalak titeket is arra, hogy meditáljatok napi szinten, rendszeresen, rendszeresen, ez a kulcsa az egésznek, hogy rendszeresen elkezdjük tréningezni magunkat ilyen formában is. És az, hogy lesz-e ébredés, vagy nem lesz ébredés, lesz-e tisztálátás, nem lesz tisztálátás, ez bizonyára mindenkinél más. Egy dolgot biztosan mondhatok, a háttérben minden történik magától, és nyilván, ha az ember figyelmes, és figyel ezekre, és lesz egyfajta affinitása arra, hogy az apró részleteket is egyre jobban észrevegye, akkor pontosan fogja látni, hogy milyen változást generál ez az életében. És ahogy Muji mester szokta mondani, egy kicsit göröngyös az út eleje, de baromira megéri. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, hogy a kifelé vezető út az befelé van. Sziasztok!